Én sokat tudok ám beszélni. Magamról meg kimondottan. A felelős vezetői szerepről és a kihívásokról szólt a legutóbbi újbudai kulturális szalon, amelynek ismét a B32 galéria és kultúrtér adott otthont. A Hajdal Norbert képviselő által szervezett beszélgetős este vendégei ezúttal Nemcsák Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója, valamint Hoffmann Tamás polgármester voltak. Nemcsák Károly lesz a B32-ben a vendég, a mai közéleti estnek, aki valóban a neve összeforrott gazdag réttel, és a szomszédokkal, amely azt hiszem talán Újbudának a Újbudát az országgal leginkább megismertető sorozata volt. Úgyhogy ezért nagyon büszkék vagyunk rá, és hát nagyon fontos az, hogy Nemcsák Károly most már színi igazgatóként emeli a magyar kultúrát és a kulturális kínálatot, amellyel a kerület is színházzal együttműködik, és nagyon fontos, hogy minél szélesebb palettán találjuk meg a közös munkálkodást, amely ezt a célt szolgálja. Ők rengetegféle előadással jönnek időről időre elő, mi meg segítjük azt, hogy a újbudaiak megismerkedhessenek ezen előadásokkal. Én azt hiszem, hogy nekem nem kell mindenhez értenem. Az este során szó esett a vezetői szerepről, a küzdelemről, és arról is, mi kell ahhoz, hogy valaki a színészi pályán maradhasson. Nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, és sok jó pár olyan színész kollégám, akikkel együtt jártam a színművészeti főiskolára, és ma már nem művelik ezt a szakmát. Rájöttek, hogy az ő tehetségük vagy kitartásuk nem erre a szakmára, és nem erre felé viszi az életüket, és nem boldogok ebben, amit csinálnak. Szintén az én tanárom a főiskolán azt mondta, hogy minden ember tehetséges, csak meg kell találni az életben és az életnek azt a részét, amiben a tehetsége kibontakozik, és amiben boldog tud lenni. Tehát biztos, hogy vannak Isten áldott a tehetségek, de amikor én a színművészeti főiskolára jártam, és így visszatekintek arra az időre, felelősségteljes nagyszerű szakemberek választották ki azokat az embereket, akikről úgy gondolták, hogy hosszú távon is számítani lehet majd az ő szaktudásukra, az ő művészetükre. Ezek a tiszavirág életű emberek, akik egy-egy ilyen tehetségkutatóban, vagy valóságshowban, vagy sorozatban feltűnnek, hogyha igazán hivatásszerűen akarják ezt a szakmát művelni, akkor biztos, hogy nagyon sok energiát fognak belefektetni. Tehát mindenért meg kell küzdeni, és mindenért meg kell dolgozni. Attól, hogy valaki egy ilyen gyors talponón elvégez valamit, és van egy névjegykártyája, amire ráír mindent, hogy szinkronszínész, filmszínész, rádiószínész, színházi színész, ettől ő még nem lesz az. Tehát a feladatok majd azzá teszik valószínű, tehát a munka az nagyon-nagyon fontos dolog. Ideig, óráig lehet valamit elérni, de ez egy hosszú távú pálya. Egyszer történt egy hajnali forgatás után, olyan hajnal 2-kor végeztünk, és vetköztem le. A stáb másnap reggel 7-re újra kezdte a munkát, tehát elég keveset aludtak, és nagyon fáradt volt az öltöztető hölgy, és azt mondta, hogy borzasztó. Téged ebben a sorozatban vagy vernek, vagy te versz itt valakit, tehát te vagy itt a gazdagréti Batman, úgyhogy...